Változatlan a pártversenyállás a szeptember vége óta, ezzel ki a Nézőpont Intézet legfrissebb felméréséből. Ez szerint a biztos pártválasztóknál változatlanul a fidesz KDMP vezet 46%-kal. A párt a Tisza párt követi 35%-kal. A harmadik helyen a Mi Hazánk áll, negyedik a Demokratikus Koalíció. A teljes felnőtt népesség arányát tekintve is a fidesz KDMP a legnépszerűbb 36%-kal. A Tisza pártot 25% támogatja. Elemzés követi. Köszönöm szépen, Pál Fabi Milán, a vendégem, a Nézőpont Intézet Helemző. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 21 kutatóközpont azt írta, hogy ők a, ugye a biztos szavazók körében kétszázalékos ugye tiszapát előnyt mérnek, bár hozzá hogy valójában ez nincs így, nem ismert egy műsorban, de nincs így, amit mértek, mert ugye gyakorlatilag ez hiba határon belül van. Önök egy hete készítettek egy felmérést, ugye közvéleménykutatást, ugye pártpreferenciát, és itt a teljes felnőttkorú, egyben választókorú népességben 36%-os Fidesz KDNP előnyt és 25%-os Tisza párt, ugye hazánk mozgó 5%-a felvezetésben elhangzott. Mi a háttér itt? Miért van ekkora különbség a módszertamból fakad? onnan kezdeném, hogy a nézőpontintézetnek a felméréséről fontos megjegyezni, hogy a, tehát a legfontosabb megállapítás az az, hogy 46%-on áll a Fidesz-KDNP, 35%-on a TISZA párt, és a mi hazánk 6%-ot kapna, a DK pedig 5%-ot, hogyha most vasárnap lennének a választások módszertanilag nagyon fontos különbséget tenni a kutatások között. Amit ön is mondott, hogy, vagy kérdésként föltett, hogy mi lehet a különbségnek az oka pontosan a módszertan, azt láthatjuk, hogy ha például van egy olyan kutatás, amely módszertanát tekintve egy olyan bázison készül, amely bázis nem felel meg egyébként a legvalószínűbb választási eredmény kritériumait meghatározó bázisnak, akkor Ad abszurdum, még egy olyan eredményt is ki lehet hozni, mint amit egyes kutató cégek az elmúlt időszakban kihoztak, nevezetesen nem azzal egyezik meg, vagy nem korrelál, nem közelít ahhoz, mint amit a Nézőpont Intézet legvalószínűbb eredményként kihozott. Tehát azt gondolom, hogy maga a módszertan a kulcsa annak, hogy egy korrekt képet adhassunk a választók számára, és a módszertanban, amit most látunk, az elmúlt időszakban egyes kutatók által alkalmazott módszertannál, az mondom még egyszer, azt mutatja, hogy nem a legvalószínűbb eredményt hozzák ki, mármint, hogy nem a legvalószínűbb eredmény kihozásához szükséges bázison vizsgálják meg az eredményeket, hanem olyan válaszokat, olyan típusú válaszadóknak a válaszait összegzik, amely egyébként egy szűkített minta, ha lehet így fogalmazni, és azt terjesztik ki a legvalószínűbb forgatókönyv irányába. Az mit jelent, hogy szűkített minta? Például jelentheti azt is, hogy az egyik közvélemény kutat Cég, ugye állítólag SMS-eket küldött a megkérdezni kívántak telefonjára, ahol volt egy online felület, amin lehetett jelezni, hogy a kérdésre milyen választott. De hát akinek nincs internet elérhetősége, az mondjuk ki is esett ebből a szórásból. pontosan így van, de én azt gondolom, hogy érdemes különbséget tenni a módszertanon belül a, azon, hogy milyen eszközzel és milyen módon kérdezik meg a válaszadókat, és a között is, hogy egyébként azok, akiket megszólítanak, akiket megkérdeznek, milyen mintának felelnek meg. Például lehet az, hogy most mondok egy szélsőséges példát, csak azért, hogy érthető legyen. Mondjuk egy tízfős osztályban megkérdezik a lányokat arról, hogy használnak-e piszoárt, nyilván más lesz az eredmény, mint hogyha a fiúkat kérdeznék meg, hogy használnak-e piszoárt, bár mondjuk nyugaton ez lehet, hogy ma már másképpen működik. Szumma summarum, a módszertan rendkívül fontos. Ugye látjuk azt, mi a Nézőpont Intézetnél pontosan ezért három különböző módszertannal végeztük el a kutatásunkat, vettük föl a, a kérdésre adható válaszokat, és azt látjuk, hogy minden egyes módszertan esetében ugyanaz a pártverseny arány alakul ki, hogy a fidesz KDMP nyerné a választásokat, ha most vasárnap lennének. A választásokat Tisza párt lenne a második, a mi hazánk lenne a harmadik, és a DK lenne a negyedik, tehát egy négy párti parlament alakulna ki. Tehát azt lehet mondani, hogy szeptember vége óta nincsen változás a pártversenyben, nincsen változás az arányokban. Viszont, ha megnézzük egyébként a három különböző módszertant, akkor látjuk azt is, hogy ebből a három különböző módszertamból van egy olyan, ami a legvalószínűbb eredményt hozhatja ki, és itt ebben a vonatkozásban látjuk azt, hogy egyébként a fidesz KDMP 46%-on áll, míg a Tisza párt 35%-on. Nagyon röviden, mi ez a három módszertan? meggondolom így, akkor az egyik ellenőrzi is a másikra. Egymás mellett érdemes értelmezni ezeket a módszertanokat. Az egyik az ugye arról szól, hogy a legvalószínűbb listás eredmény, ami kijöhet egy most vasárnapi választás esetén a másik az arról szól, hogy a biztos pártválasztók kit választanának, tehát a fidesz kdnp Tisza pártot, vagy a DK-t, esetleg a mi hazánkat, de láthatjuk azt, hogy módszertanak pontosan az a különbség, hogy a biztos pártválasztók, ők már egy szűkített mintát jelentenek, hiszen annál a kutatásnál nincsenek figyelembe véve azok a bizonytalan szavazók, akik még vagy nem akarták elmondani azt, hogy kire szavaznak, vagy még nem tudják, hogy kire szavaznak. Ehhez képest a Nézőpont Intézet felméri azt is, hogy eh, mi a legvalószínűbb, eh, hogy kiket, eh, kire adnák a szavazatukat. Most nem akarok megint kutatóintézeteket említeni, az egyik vezető azt mondta, amelyik tiszapált élő, hogy miért, hogy igaz, hogy még határon belül van, de valójában ez nincs így. Tehát elismerni, hogy nem, nincs így, amit ki nyilvánosságra rostak? De egy, mi hozták nyilvánosságra? Kérdezem én kettő. Ennek ilyen politikai mozgósító hatása is lehet, gondoljunk két évvel ezelőtt a parlamenti választásokra, amikor néhány közvélemény kutató, megint nem mondok nevet, fényes baloldali győzlemet jósolt, és ehelyett kétharmadtól győzött a Fidesz-KDNP. Rendkívül fontos lenne, különösen ezen a területen a közvélemény kutatások esetében, hogy az a fajta szakmaiság és korrekt statisztikai hozzáállás megtestesüljön, ami ahhoz kell, hogy igenis a módszertant komolyan kell venni, és a választókat az szerint kell tájékoztatni az eredményekről, hogy tudatában van minden egyes kutatócég annak, hogy azzal, amit állít, azzal gyakorlatilag Felvállaljanak felelősségét, hogy azok, akik találkoznak ezzel az információval, nem biztos, hogy mögé mennek részletesen a módszertannak. Tehát, hogyha egy hasonlattal lehet élni, kicsit olyan ez az egész kutatás egyes kutatócégek esetében, hogy elmondanak egy eredményt, csak nem közlik a módszertant. Olyan hangsúlyjal, mint magát az eredményt, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a kisbetűs részbe elrejtik azt, hogy valójában az, amit állítanak, az lehet, hogy éppen az ellenkezője lenne, mint ami a valóság. Pálfa millán a nézőpont elemzője volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.